Na csát, köszi azt kell a következő videóval, és ma újra egy Tekken teljes története videóval jöttem el nektek, ma Ogréról fogunk beszélni. Ogre az ősi időkben lett a földön hagyva, földön kívül lények által háborús fegyverként. Mindenki mindig is a harcok isteneként ismerte őt. Ogre értette az emberek és a mesterséges élőlények felépítését, így képes volt elnyelni az ő erejüket. Valamennyi idő múlva Ogre inaktív lett, és egy templomban töltötte az éveit. Rengeteg évet előre ugorva, a King of Iron Fist bajnokságok idejében Heihachi Mishima egy medált keresett, amiről az a plegyka járt, hogy tudja Ogrét kontrollálni. Heihachi Mr. cheng küldte a medál megtalálására, viszont a férfi szerelembe esett egy amerikai hölgyel a küldetés során, és lett egy lányuk Michelle Cheng. Mr. Cheng megtalálta a medált, szóval sikeres lehetett volna a küldetése, viszont inkább odaadta a lányának, és megegyeztek abba, hogy Mishima kézben nem fogják soha adni. Mr. Cheng azt hazudta, hogy nem találta meg a medált, ami miatt Helyhácsi kivégezte őt. Később a Tekken Force hadsereg megtalálta Ogre templomát, és véletlen felkeltették őt, ami miatt Ogre megölte az összeset. Ogrénak kellett még erő, így harcosokat keresett világszerte, hogy az erejüket elszívja, amiben néhányat meg is ölt, és néhányat meg pedig nagyon súlyosan megsebesített. June és Jin is megtámadta, és csint kiisütötte a harc alatt, Jun pedig az egyetlen harcos volt, aki le tudta őt győzni. Ogre visszavonult, és a barlangban hagyta csont. Elhetsinak kellett Ogre DNS-e, így betanította Csint, és megrendezte a harmadik bajnokságot, ami Ogre megöléséről fog szólni. Ogre a templomban várt a bajnokság alatt, míg egy Paul Phoenix nevű harcos meg nem jelent előtte. Hatalmas harcot vívtak, viszont végül Paul lett a győztes. Ogre átalakult a második formájába, ami ezerszer erősebb volt, mint az előző, viszont mikor felnézett, Paul már sehol sem volt mint kiderül egy másik történetből, Paul azt hitte, hogy ő már megnyerte az egész bajnokságot, és már elment ünnepelni. Lényeg, hogy Jim megjelent másodikként a bajnokságon, és ő már ténylegesen megölte Ogrét második formájában is. Ogre vére több dologra is fel lett használva, mint például arra, hogy Dr. Boszkonov is élete megmeneküljön, meg akár arra is egyébként, hogy Helyhácsi valóban ultimate harcos legyen. Spoiler alert, nem volt kompatibilis a DNS. Ogre viszont valóban halott. Visszaemlékezésekben láthatjuk még őt, meg a Tekken Tag kettőben, de az a játék az nem a sztori része. Így is többet tudtam kihozni, mint ahogy gondoltam, főleg úgy, hogy egy Tekken alatt volt bent igazából ez Zogre, és akkor sem volt játszható karakter. Mindegy, írjátok le még, hogy kit szeretnétek, és köszönöm, hogy megnéztétek. Tetszett, akkor lájkom, akkor is lájk, ne felejtsd, feliratkozni, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!